Kedves Magyar Kanizsa község polgárai! Ennek a kis bemutató filmnek az a címe, hogy Hírek és ami mögötte van. Azaz polgári érdekek kontra önös érdekek és párt érdekek. Az elmúlt időszakban mindenki hallhatta, hogy a Magyar Kanizsai strandon felújításra kerül ez a szép kis gyermekmedence. Ezzel kapcsolatban úgy gondoltuk, hogy néhány hiányos információt meg kell osztanunk önökkel. Először is kezdeném azzal, hogy milyen tervek készültek, illetve mit szeretnének itt ebből a gyermekmedencéből csinálni, hogyan gondolták felújítani. Azután szó lesz arról is, hogy milyen költségbe kerülnek ezek a felújítási munkálatok, és arról is szó lesz, hogy vajon jó megoldás-e, amit az önkormányzat előlátott, illetve beszámolunk arról is, hogy valójában mi lenne a helyes megoldás, és milyen költségekből lehetne ezt a gyermekmedencét egy valódi európai színvonalú modern medencévé varázsolni. Kezdjük az elején. Milyen munkálatokat is láttak előre? Tehát a tervek szerint, és most közben sétálni fogok, tudjam mutatni. A tervek szerint a medencének le kell bontani ezt a beton szélét, ezt a betonperemet. Azután le kell bontani ezt a gyönyörű lépcsőt, amely az egész medence szélességét elfoglalja, de valószínűleg erre a jövőben nem lesz szükség. Továbbá a medence burkolatát, felületét meg kell szabadítani a festéktől, el kell egyenlíteni a felületét, és azután jönnek a további munkálatok. De nézzük tovább. Lebontják, illetve felszedik az összes betonjárdát, mert ugyebár ez olyan állapotban van, hogy ez már életveszélyes, gondolják ők. Van itt egy félkör kis medencénk, ennek az alját akarják felverni és megszabadítani a festéktől, ugyanis ide egy élmény elem fog kerülni, egy úgynevezett gomba, amely alatt tudnak majd a gyerekek pancsolni. Azután azt tervezik, hogy felújításra kerül a vizes góc, amely ott látható a medence túloldalán. Ugye, ez is szép és jó. Egy igazi, modern fürdőszobát fogunk kapni. És terben van még egy új medence építése itt a túloldalon, ahol egy csúszda kap helyet a gyerekek számára. Nézzük a részleteit, illetve az anyagi vonzatát. A munkálatok csupán 50 ezer euróba fog a község polgárainak kerülni. Az új medence 10 ezer euróba fog kerülni a község polgárainak. A szanitáris rész felújítása a medence mögött. Ide beletartozik a festés, a tetőszerkezet cseréje, a lapozás 11.500 euróba kerül. A vízzel vezető kanál is, ugye néhány méteren le kell helyezni egy betoncsövet a vízzel vezetésre. Ez 12.500 euróba fog kerülni. A kész medencére, a felújított medencének a tetejére gránitlapokat terveznek. Ne adj Isten, hogy valamilyen baleset történjen, és Isten óvja a gyermekeinket a csúszós gránitlapoktól, amelyek nem egy nyilvános medencének a részét képezik. Feszített víztükrő medencénél nem kellene egy gránitperem, amely életveszélyes.
Amikor meg lesz a felújítás, ugye az új medencét vegyszerezni is kell, méghozzá ellenőrizni a pH értéket, klórtartalmat, stb. Ezt a kivitelezők úgy látták elő, hogy tapasztalás szerint, ahogyan eddig is, vagy eddig sem tették, majd bizonyos mennyiségű klórt, illetve pH szabályzó vegyszeret fognak a medencébe juttatni. Holott ezt egy automata elvégezni helyettünk, és sokkal biztonságosabban tudná víz megfelelő klór és pH tartalmát a megfelelő szinten tartani. Ez a teljes projekt 19,5 millió dinárba fog kerülni, azaz 165 ezer euróba. Az önkormányzat ki is írta a pályázatot a medence felújítására, és már azt is tudjuk, hogy egy kanizsai cég nyerte meg a pályázatot. Ez a felújítási terv, ez egy vicc. Ez megfelelne egy otthoni medence tervezésnek, de viszont semmilyen európai standardnak, követelményeknek, normáknak és törvényes feltételeknek nem tesz eleget. Tulajdonképpen a külalakon kívül semmi sem fog a jövőben megváltozni. Nem lesz se biztonságosabb, nem lesz tisztább víz, nem lesz európai, és semmilyen standardnak nem fog megfelelni. Azért, mert ebben a tervben nem szerepel vízszűrő rendszer, illetve nagyon sok más olyan követelménynek nem tesz eleget, amire szükség lenne. Például vegyszer adagoló automata rendszer. Nézzük, mit kellene tenni. Az elmúlt egy hónapban több nagyon komoly szerbiai céggel felvettük a kapcsolatot. Megmutattuk nekik a terveket, a pályázatot, és szakmai véleményt kértünk a medencével kapcsolatban, hogy vajon mit gondolnak ők erről a tervezésről. Megfelel-e ez egy nyilvános medence normáinak, illetve mi az, amiben nem felelnek meg, és mi az, amit másképpen kellene csinálni. Ezek a komoly cégek már Szerbia területén, és nem csak Szerbia területén, hanem külföldön, más országokban is 20 éve foglalkoznak medence kiépítéssel. Az egyik ilyen vállalkozó el is jött ide a helyszínre, és személyesen megtekintette a medencét, elmondta az ő saját véleményét. Amint látjuk, a medence süllyed. A beton számos helyen meg van repedve, és ez a jövőben is így lesz. Semmilyen tervben nem szerepel a nagymedence alsó beton alapzatának a cseréje, megerősítése, javítása. Mi lenne a megoldás? Erre a meglévő betonszerkezetre lehetne egy újabb betonszerkezetet, egy betonréteget húzni, megfelelő háló, vasháló szerkezettel, amely biztosítaná a stabilitását, és ebbe a talapzatba bele lehetne építeni azt a csőrendszert, azokat a fúvókákat, amely a tiszta víz utánpótlását biztosítaná a medencének, ahogyan azt az európai normák szerint bárhol tapasztalhatjuk nyilvános medencéknél. Ezzel elejét vennénk a medence további süllyedésének, repedésének, sérüléseinek, amelyet a fólia csak eltakarna, de valójában nagyon nagy problémát jelentene a jövőben. A medencének a beton peremét nem kellene bántani. Ennek a medencének, mint nyilvános medence, a legelőnyösebb az lenne,
hogyha egy feszített víztükrű medencét alakítanánk ki belőle. Ez mit jelent? Azt, hogy a víz szintje a medence széléig ér, és a medence szélén egy rács szerkezeten keresztül tud túlcsordulni a víz, és tulajdonképpen erre ez meg is felelne. A medence pereme mellett tulajdonképpen már meg is van az az árok, amely a túlcsordult vizet körbe tudná vezetni a gyűjtőhelyre. Tehát azt jelenti, hogy ezt a szerkezetet nem is kellene bántani. Ezt ki lehetne használni maximálisan ahhoz, hogy egy normális rendszer kialakuljon. A járdát szintén nem kellene felverni, teljesen fölösleges. A nagy medence lépcsőjét egyáltalán nem kell felverni. Nagyon is praktikus, hogy teljes medence szélességben tudják a gyerekek használni. És az egész medencét ki lehet mozaiklapozni. Milyen költségekkel járna? Az eredeti tervek szerint 50 ezer eurót költünk rontásbontásra. 20 ezer eurót költünk a medence kifóliázására. A medence fóliázása a legnagyobb butaság. 20 ezer euróból kifóliázni egy medencét, amely néhány év alatt megsérülhet. Nem beszélve arról, hogyha kiárad a Tisza, és iszap fogja beborítani a medence alját, hogyan fogják lapáttal az iszapot kitakarítani a fóliáról, úgy, hogy azt meg ne sértsék. A valódi megoldás az lenne, hogy az egész medencét, meghagyva az eredeti szerkezetét, meghagyva a lépcsőjét, 10 000 euróból ki lehetne mozaik csempézni. És ez már megfelelne az európai normáknak, standardoknak, és nem utolsó sorban sokkal tartósabb lenne, és sokkal biztonságosabb is lenne, mint a fóliázás. Valójában itt bontani nem is kellene semmit, ez így nagyon megfelelne a modern követelményeknek, és a mozaik csempézés 10 000 euróba kerülne ennek a medencének. Az azt jelenti, hogy már is 60 000 eurót ezen meg tudtunk forrolni. Önöknek, az önök pénzéből. Azon a pénzen inkább sokkal fontosabb lenne egy komoly szűrőrendszer és víztároló rendszernek a kialakítása, amely azt jelenti, hogy a medence igénybevételétől függően a túlcsordult víz mennyisége gyűjtőtartályokba kerülne, és az igény szerint a megtisztított, megszűrt víz visszajut a medencébe, hogy az mindig a víztükör szintjét tartani tudja. Egy nyilvános medencének a lelke a szűrőrendszer. Ami a szanitáris rész felújítását illeti, 11 500 euróból, illetve ami az elvezető kanális kiépítését illeti, 12 500 euróból, ezeket valójában apró pénzből meg lehet oldani. 165 000 euróból, és még kevesebből, egy valódi Európa standardú, minden követelménynek, minden feltételnek megfelelő modern medencét tudnánk kapni itt a Magyar-Kanizsai Tiszaparton. Hogy miért nem így történik, ezt a hallgatóknak a fantáziájára bízom. Egy-két mondatot még említenem kell a környezetvédelemről is, illetve a medence víz felhasználásáról. A tervek szerint a medencét termál és hálózati vízzel fogják feltölteni,
És mivel tudjuk azt, hogy a tervekben megmarad a jelenlegi rendszer, azaz szűrésmentes víz, amely gyorsan elkoszolódik, és amelyet nagyon sűrűn ki kell cserélni. Ezért a szezonális tervezett vízfelhasználás 25 ezer köbméter, ez óriási vízmennyiség. Viszont, ha úgy, ahogy egy modern medencéhez illik, a medencének van víztisztító rendszere, vegyszeradagoló rendszere, akkor egy szezonban egyszer, maximum kétszer kellene a vizét kicserélni, nem pedig folyamatosan nyomatni vele a friss vizet, illetve néhány naponta az egészet lecserélni. Ez egyszerűen pazarlás. Aki ezt a rendszert kitalálta, és aki ennek a tervezésnek zöld fényt adott, annak fogalma sincs, és egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mit is cselekednek. Vagy mégis, az Ukra községi összefogás, ahogy az elmúlt időszakban, az elmúlt 4-5 évben tette, a jövőben is ki fog állni a korrupció és a pénzmosás ellen, és szóvá fogjuk tenni az észrevételeinket a téves döntésekkel kapcsolatban. Az helyett, hogy az önkormányzat a 165 ezerből egy valóban vízszűrő, vegyszeradagoló, feszített víztükrű, kicsempézett, póttartályokkal ellátott, egy valódi európai standardú medencét hozna létre, ezzel szemben 50 ezer euróból bontanak, feleslegesen, 24 ezer euróból újítanak föl egy vizes gócot és vízelvezető csatornát építenek. Egyáltalán nem tiszta számunkra, hogy ez kinek jó. Mert hogy a polgároknak, önöknek biztos, hogy nem jó. Ha tetszik nekünk, ha nem, sajnos ez van. Úgy gondoljuk, hogy ez a tervezés is alapos gyanú szerint egy újabb korrupciós ügy. És úgy gondoljuk, egyáltalán nem vett jó fényt az új önkormányzatra, és Magyar Kanizsa község új polgármesterére, aki így kezdi a frissen betöltött funkcióját, hogy zöld utat ad, bólogat egy ilyen tervezésnek, amely tékozló, életveszélyes, törvénytelen és semmilyen szabálynak, nemzeti normának nem felel meg. És sajnos nem tettünk ellene semmit. Semmi új képviselők, se önök kedves polgárok, mert a jelenlegi hatalom, aki újra uralkodni akar, úgyis azt csinálja, amit ő akar. Annyi pénzből, amennyiből ő akarja. Hát, kedves polgárok! Sajnos Magyar Kanizsa községben így működnek a dolgok. Az biztos, hogy ez a tervezés nem a polgárok, és nem az önök, és nem a gyermekeink érdekeit, jövőjét és a biztonságát szolgálják. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.